Köszöntöm a Kincstárs Algó nézőit. Akik folyamatosan követik kulturális magazin műsorunkat, számukra már nem újdonság, hogy minden héten igyekszünk elhozni azokat a kulturális témákat, amelyek térségünkben kiemelkedőek. A mai napon sem lesz ez másként, ugyanakkor készültünk egy különlegességgel. Bemutatjuk a Madách Imre Gimnázium diákjainak vizuális kultúra érettségi portfóliójának részleteit. Biztosíthatom önöket, hogy nagyon különleges kincseket találhatnak benne. És hogy ezen kívül még mivel készültünk mára, azt mutatjuk is. A természettel harmóniában. 19. alkalommal rendezték meg a Muzsikál az erdő mátrai művészeti napokat. A nagy sikerű rendezvénynek Salgótarjánban az Eresztményi Látogatóközpont adott otthont. Két géniusz, Szalai és Picasso időszaki kiállítás nyílt a Dornyay Béla Múzeumban. Beszélgetés Keleszabó Ágnessel, a Madách Imre Gimnázium művészetpedagógusával a vizuális kultúra érettségire készült portfóliókról. Idézőjel rovatunkban, Kántor Zoltán előadásában Péter Handke dal a gyermekkorról című költeményét hallgathatják meg. Veda vidya fenai buro eba shoshanim. Veda vidya fenai buro eba shoshanim. 19. alkalommal rendezték meg a Muzsikál az erdő mátrai művészeti napokat. A rendezvény sorozat Salgótarjáni helyszíne az erdei környezetben található Eresztményi Látogatóközpont volt, ahol július 3-án színes programokkal várták az érdeklődőket. A különleges erdei helyszín, az élményprogramok, a színvonalas fellépők, a szép idő, sok családot, erdőjárót, művészetkedvelőt vonzott a rendezvényre. A Muzsikál az erdő rendezvény napjain mind a 9 nap 9 különböző helyszínen hasonló szervezési elvek mentén készülünk, és arra törekszünk, hogy a családok valamennyi tagja számára kínáljunk program lehetőséget. Nagyon boldogok vagyunk, amikor a szülők, a nagyszülők a gyermekekkel együtt élvezik ezeket a programokat. A rendezvénysorozat fő célja, hogy az erdő és a zene a művészet erejével a környezet tudatosságra hívja fel a figyelmet, efelé terelje az érdeklődőket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az erdő megismerésével, a környezetünk megismerésével és a élőben szóló muzsikával minél inkább közelebb hozzuk az embereket ahhoz, hogyha megismerjük a természetet, az erdőt, az erdő értékeit, tudjuk azt, hogy az erdő nélkül nem tudunk mi emberek sem a Földön élni, hiszen a bonyolult életközösségre szükség van. A Muzsikál az erdő évek óta hirdet alkotói pályázatokat. Fotokiállítás, gyermekrajzkiállítás, kézműves foglalkozások, helyi termelők bemutatkozása, és természetesen a helyi értékek is minden helyszínen megjelennek. Itt a látogató központnak a falán látható az idei gyermekrajzpályázatunknak a kiállítási anyaga. Az egész Kárpát-medencéből küldtek be alkotásukat, nagyon örülünk, hogy ilyen népszerű. A gyerekek gyönyörű alkotásokat készítenek az erdőről, olyan tiszta lélekkel nyúlnak a témához. És több mint 800 művet küldtek be, úgyhogy nehéz helyzetben volt a zsűri, hogy kiválasztja azokat a rajzokat, amelyek kiállításra kerülnek. A fotókiállításunk anyaga is látható, a Madách Parkban az a 9 tabló, amely a Muzsikál az erdő 2022-es fotópályázatának a legjobb darabjait, legjobb fotóit mutatja be. A párhuzamosan zajló programok egyike a geológiai túra volt, amelyet Prakfalvi Péter, a Novohrád-Nógrád UNESCO globális geopark geológusa vezetett a Várperek-patak völgyében. A mintegy 3 kilométer hosszúságú interaktív túra témái a szénbányászat nyomai, a völgyfejlődés szakaszai és az úgynevezett öregségi víz titkai voltak. A délelőtti órákban a legkisebbeket és szüleiket interaktív zenés énekes ringató műsorával várta Újvári Klára és Gál Viktória emese, ahol ismert gyermeknépdalok és mondókák csendültek fel. Mondom, fordulj ide, Mátám asszony. Mondom, fordulj ide, Mátám asszony. Citrusi menta! A tanulságos népmese sem hiányozhatott az erdei programokból. A Batyú Színház előadásában a szegény ember gazdagságát nézhették meg a gyerekek. Érted, fáj a szívem nagyon. A minden segít ennek a gyönyörű világnak. Hát nem eltévedtem ebbe a csuda szép erdőbe. Mióta már, mióta?
Már kétszer is rám esteledett, ott sehol a segítség. Nem lelem a bátyáimat. Édesanyám megpakolta ezt az elemózsiás kosarat, minden finomság, amit kamrák rejtett. Csinos forma. Kár érte, ha már elillant belőle a lélek. Ott a bot. Nagyot csapok rá, hát a talpra ugrik. Ne üssön a nagyságos úr, megvallok én mindent. Igen, igen, én vittem el a kisbornyút az erdőbe, mert szegény szülém beteg lett, az köllött a tej. Beadom adóba, hát se bornyú, se tej, szegény szülém, meg nem gyógyul a friss tejecske nélkül. Könyörüljön rajtunk a nagyságos úr. Ez egyszer ne büntesse meg minket. Az erdő valóban muzsikál dr. Birinyi József néprajzkutató interaktív hangszer bemutatójától, amelyen nem csak a hangszerek hangzását, de alapanyagát is megismerhették a résztvevők. Az megtanulja, hogy hogyan kell nácsipot készíteni, kiszáradt vastag falu nádat kell választani hozzá. A kora délutáni órákban Mazál István erdőpedagógus vezetésével egy élménysétát vette kezdetét. A séta témája az erdőgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata volt, illetve az úton talált mumifikálódott béka arra is lehetőséget adott, hogy a séta résztvevői magyarázatot kapjanak arra, hogyan lett a mesékben királyfi a békából. Nem tudom, tudják-e azt, hogy honnan származik ez a fordulat a mesébe, hogy megcsókolom, királyfi lesz belőle. Hát onnan, hogy valamikor régen a gazduraknak a szolgálói alig várták már, hogy végre elmenjen a gazduruk egy jó kis kéthetes vadászatra, akkor kimentek a nádasba, és ennek a rokonát, a nádi varangyot jó megcsókogatták, nyalogatták, és annak is mérgező a bőre, de hát enyhén halucinogén, hogy onnantól kezdve az összes szolgáló fiú az királyfi. Két hétig megkezdődött. Hagyomány, hogy a sétán egy meglepetés várja a csoportot. Ezúttal Farkas Emese népdalénekes lépett elő a fák közül. Ne szeretnék az erdőbe palenni, s a fák között őt van nevet viselni. Mert a tűgyfa kikláng a díszüst nélkül. Az erdei séta végállomásán dr. Dániel Zoltán alpolgármester köszöntőit hallgathatták meg az érdeklődők, majd a nap további részében változatos koncertek következtek. Elsőként Szokolai Dongó Balázs fúvós és Zsikó Zsuzsanna néptalénekes léptek fel. Nem vagy legény, Marci, nem mertek csókolni, mert én leány létemre merek csókot adni. Adtam a dolgot is az ügyes legénynek, mert én tudom magamról, hogy jól esik szegénynek. Adtam a dolgot is az ügyes legénynek, hisz jól tudom magamról, hogy jól esik szegénynek. A közönség számára igazi kuriózumnak számított Magyarország egyetlen professzionális bizánci zenei együttese, a Szent Efrém férfikar előadása. Shaul be alafa, be David be ribota, be nishai hai be kaya. Be
A programokat végül a Kecskemi Tánc Együttes fellépése zárta. Oboa és zongora játékkal nyitották meg a Szalai és Picasso válogatás a Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből című időszaki kiállítást a Dornyi Béla Múzeumban június 23-án. Elsőként a múzeum igazgatója, Sah Gabriella köszöntötte a vendégeket. Ha két grafikus neve maradt fenn az utókorra, a 20. századból, a másik én leszek, ha csak egy a Szalai, mondta Pablo Picasso. Itt a titok, hogy miért ez a két személy került egymás mellé, hiszen olyan két géniusznak az alkotásait láthatjuk most, akikre a világ, ezt hangsúlyozhatom, hogy a világ méltán büszke, ugye Pablo Picasso és Szalai Lajos, akit ugye Argentínában a művészettörténet nagyon nagyra becsült, és idehaza is óriási személyiség volt. Ennek a kiállításnak az érdekességét az adja, hogy a saját gyűjteményünkből válogathatunk. A múzeum 35 darab Szalai Lajos grafikát őriz, amelynek egy része a Mihályfi gyűjteménnyel, egy másik része pedig a művész ajándékaként került az intézmény birtokába. A Mihályfi gyűjtemény további 5 darab Pablo Picasso alkotást őriz. A program Fekete Zsolt Salgó-Tarján megyei jogú várospolgármesterének beszédével folytatódott. Nekem a művekhez és a művészekhez való kötődés inkább egy emberi kapcsolat, személyes viszony a műalkotásokhoz. Ha úgy tetszik, egyfajta művészeti menedzsment is része a gyűjtésemnek. Az én alaptételem 1 plusz 1 az egyenlő 3. Tehát a két fél együttműködéséből valamilyen érték keletkezik. Ezért is figyelem érdeklődéssel Mihályfi Ernő gyűjteményét, amely a 20. század első fele hazai művészetének egy jellegzetes keresztmetszetét nyújtja, és hihetetlen értékeket jelent számunkra, az utókor számára. A kiállítást Földi Péter Kossuth díjas festőművész nyitotta meg, aki beszélt a két művész alkotói tevékenységéről. Ami ezt az egészet izgalommal tölti el, hogy maga a rajzolás az mikor válik olyan lehetőségé, hogy az igazmondó legyen. Mert tanítunk gyerekeket rajzolni, és tulajdonképpen nem a lényegre tanítjuk. Tehát mindenki rajzol, Michelangelo, Rembrandt, többek között Picasso, Modigliani, Szalai, és mindenki rajzol a saját maga stílusában. Mikor meg rajzolni tanítunk embereket, akkor semmi másról nem szól, csak hogy leképezzük, valamilyen módon láthatóvá tegyünk egy látványt. A látvány leképezése hozzátartozik az igazmondáshoz, mert ha nem vagyok képes lerajzolni azt, ami bennem van, de a bennem megszülető rajz lesz az, amitől hiteles. És ettől mondhatja Picasso azt, hogy hát igen, én vagyok a század egyik legjobb rajzolója, Szalai meg a másik. Tudnék, ezek mind belülről született rajzok. Picassónak ez a gátlástalan nagy vonalúsága, különösen az örökkorában készült rajzaiba, olyan elementális erejűek, hogy azt egyszerűen megmásíthatatlanok. Szalainak meg ez a hihetetlen érzékenysége, ahogy fut a vonal, az még inkább érdekes. Illetve másképp érdekes. Szalai Szalaiul rajzol, Picasso meg Picassoul.
Na most ettől az egyéni hangzásvilágtól, ettől az egyéni gesztusrendszertől lesz valami annyira elementális, hogy nem tudod kivonni a hatása alól. Az időszaki kiállítás egészen 2023. március 31-ig látogatható. A vizuális kultúra a választható érettségi tantárgyak között szerepel. A vizsgakövetelmények teljesítése azt tanúsítja, hogy a diák rendelkezik az általános műveltséghez szükséges vizuális ismeretekkel, illetve megfelelő gyakorlat és készség birtokában van, mind a befogadás, mind a vizuális alkotás területén. Idén, június 15-én, 16-án és 17-én adhattak számot az érettségiző diákok a vizuális kultúra területén szerzett tudásukról. Milyen részekből áll a vizuális kultúra érettségi? Tulajdonképpen két év munkáját foglalja össze, tehát szabály szerint a portfólióba a 8 darab alkotás az előző két év terméséből kell, hogy összeálljon. Természetesen vannak szempontok. Az első szempont a jól sikerült alkotás, amiben gyakorlatilag bármilyen technikával készített saját munkát be lehet tenni, sőt, ebből kettőt kell a portfólióba tenni, tehát jól sikerült egy, jól sikerült kettő. A harmadik munka az a kedvelt technikával készített munka, ami nagyon gyakran hasonlít a jól sikerült bármelyikre is, hiszen azért az ember úgy van vele, hogy amilyen technikát nagyon kedvel, azt alkalmazza többször, és értelemszerűen abból születnek a legjobb munkák és megoldások. A következő szempont kell, hogy legyen a portfólióban egy tanulmány. Na most ez a tanulmány az idei példák alapján is látható, hogy nem feltétlenül ceruza rajz, bár az lenne a leglogikusabb, és a többségnél ez is van, hanem akár egy témát meg lehet tanulmányozni úgy is, hogy fotókat készítek róla. Például idén egy kiskacsának a tollazata az, ami felkeltette az egyik diák érdeklődését, és hát készített róla nagy totál, kis totál, premier és szuperplános képkivágású kompozíciót. Fontos megjegyezni, hogy vannak médiás ismeretek is természetesen a vizuális kultúra követelményekben, tehát így módon lehet ilyen tantárgyközi koncentrációt is végrehajtani. A tanulmány után, tehát idáig meg vagyunk négy témával, tanulmányon kívül kell, hogy legyen egy kevéssé sikerült munka. Tehát az a csalafinta, hogy amikor én megcsinálom a kiállítást a galériában, és valaki körbenézi, akkor azt érzékelheti, hogy hát itt van egy olyan munka, amiben hiba van, hogyha nagyon értő szemmel nézzük. És tényleg kell, hogy legyen olyan, ami nem teljesen rossz, ám de a diák és persze a néző is észreveszi, hogy valami kicsi billen a dologban, ez a kevéssé sikerült munka. Ezen kívül kell, hogy legyen kép és szöveg együttes alkalmazása, valamilyen témafeldolgozás, ez lehet mondjuk a mandala témától akár valamilyen alkotó vagy művészeti irányzat bemutatása, és ennek következtében egy saját alkotás készítése, és van tárgytervezés is, ami idén a két dombot összekötő híd tervezésétől, a szalvéta gyűrűn keresztül, a hajdíszen át egészen a ruhatervig bármi lehetséges. Ezt természetesen dokumentálni kell. Tehát összességében 8 munka az, ami megjelenik a portfólióban, és ebből csinálok kiállítást. Ez az egyik szelete az érettséginek. A következő rész az írásbeli, ami elsősorban művészettörténeti ismereteket kér számon, de praktikumot is, tehát médiás ismereteket,
akár alkalmazott grafikai ismereteket, ábrázoló geometriát, mint ami idén is volt az írásbeliben. A szóbeli időszakban pedig meg kell védeni ezeket a portfóliókat, tehát amikor az összes többi tantárgyból, a kötelező tantárgyakból is szóbeliznek a diákok, akkor egyszer csak bekövetkezik egy tárlatvezetés, amit nagyon szokott élvezni az érettségi bizottság elnöke és a bizottság tagja is, tehát levonulunk az aulába, és a diákok 15 percben szakszerűen körbevezetnek minket, és elmondják, hogy melyik alkotást miért választották a portfólióba. A Madách Gimnázium specialitásaként indított emelt óraszámú vizuális kultúra természetesen nem művészképzés. A célunk az, hogy sikeres középszintű érettségi vizsgát tudjanak tenni a diákjaink, de természetesen minden év folyamon vannak kivételesen tehetséges tanulók, akik vagy a művészi pálya irányába indulnak tovább, vagy a műszaki pályára, mint ahogy a most érettségizők között is van olyan, aki grafikus szakra jelentkezik, van olyan, aki média szakra jelentkezik, és van egy fiúcska, aki építészmérnök szeretne lenni. Ugye a 12. B osztály, tehát ők a művészetisek. Előfordul olyan, hogy más osztályból jelentkeznek vizuális kultúra érettségire? Igen, természetesen, bár alapvetően az a logikus, hogy aki 9-től vizuális kultúra specialitásra jár, a többségük folytatja ezt 11-től. De 11-ben kezdődnek az érettségi előkészítők mindenféle tantárgyból, és olyankor egy új lehetőség adódik, tehát akik párhuzamos osztályba járnak, közülük is többen jelentkezhetnek. Nagyjából ilyenkor már érdemes eldönteni, hogy mi a továbbtanulás iránya, tehát hogy felsőoktatás lesz, vagy szakképzés. Az idei érettségizők között is van egy lányka, aki pontosan tudja, hogy ő fodrász szeretne lenni, és nagyon-nagyon érdekesen meg lehet figyelni, hogy a portfóliója e körül forog, tehát ő különböző korszakok hajviseletét tanulmányozta a téma feldolgozásában, a tárgytervezésben egy hajdíszt tervezett, és ő fonta meg annak a hölgynek a haját, aki ezt bemutatta egy fényképen. Tehát amikor már úgy körvonalazódik, hogy valakinek mihez van érzéke, milyen irányba szeretne tovább tanulni, vagy azt mondja, hogy ő nagyon kedvelte 9-10-ben a vizuális kultúra tantárgyat, ő az átlagosnál picit jobban ért ezekhez a dolgokhoz, humán érdeklődésű, és hát el kell gondolkozni a szabadon választható tantárgy miben létéről, és akkor lehet, hogy úgy dönt, hogy ez neki kedves és kellemes érettségi tantárgy lesz. Tehát ilyen alapon a három osztályunk közül, három osztályból érkeznek diákok. A megszerzett ismeretekben természetesen akadnak olyan területek is, amelyeket nehezebben sajátítottak el a tanulók. Az iskolai évek során mindig a tanulmányok a legnehezebbek, mert miért is? Ott a valóságnak meg kell feleltetni a valamilyen technikával megoldott munkát. A legegyszerűbb tényleg, hogyha ceruzával rajzolunk, és nagyon-nagyon jól mérhető szempontok vannak egy tanulmány esetében. Tehát a kompozíciótól kezdve a valóságnak való megfeleltetés, a perspektíva szabályainak való megfelelés, az eszközhasználat, egyáltalán az eszközválasztás, hogy megfelelő mérethez, megfelelő eszközzel fogjon hozzá a diák, milyen a vonal rendszere, van-e saját elképzelése, van-e saját stílusa neki, illetve hát a 4 év során persze kialakul mindenkinek ez a dolog, tehát a tanulmány talán a legnehezebb. Az évek során, a felkészítés során többféle rajzi feladatot, manuális feladatot is megoldunk, tehát nem, természetesen nem csak művészettörténeti ismeretek vannak. Az idei portfóliókban szerepel több helyen az infografika, mint témafeldolgozás. Ez is úgy kezdődött, hogy egy ilyen foglalkozáson megismerkedtünk az infografika fogalmával, példákkal, és azt a feladatot kapták a diákok, hogy a kedvenc ételüknek először írják le a készítési módját, utána néztek természetesen interneten, hogy ez hogyan van pontosan,
Tehát az egyáltalán nem probléma, hogyha bárhonnan és akárhonnan ismereteket szerez, akár az internetről, vagy bármilyen egyéb helyről. Tehát le kellett írni a készítési módját, az alapanyagokat ki kellett találni, hogy az alapanyagokat miféle grafikus módon fogja ábrázolni, hiszen az infografika arról szól, hogy nem betűkkel van leírva egy folyamat, hanem képek segítségével lehet A-ból B-be jutni, vagy valamiféle dolgot elkészíteni. És akkor egy önálló ételkészítési folyamat megtervezése volt ennek a vége. Tehát ez sem könnyű. A feladatok azért nem feltétlenül akkor jók, hogyha nagyon könnyű megcsinálni. Akkor jó egy feladat, egy projektfeladat, hogyha valahonnan elindulunk, egy téma felvetődik, egy kérdés felvetődik, azt meg kell kutatni, utána kell nézni, ismeretet kell szerezni, az ismeretek birtokában egy saját elképzelést felállítani, és az alapján egy saját munkát elkészíteni. Az értékelésben elérhető 150 pont több részből tevődik össze. Az írásbeli az egyik fele, az 75 pontos, és a portfólió és a megvédés az a másik 75 pont. A portfólióra 60 pontot lehet adni, illetve annyit lehet vele szerezni, a szóbeli védéssel pedig 15 pontot, és így lesz 150 pont az elérhető maximum. A Madách Imre gimnáziumban hagyomány, hogy a diákok érettségi vizsgára készített portfólióit kiállítják a File Frigyes iskola galériában. Peter Handke, dal a gyermekkorról. Mikor a gyermek gyermek volt, nem tudta, hogy ő gyermek. Mindennek lelke volt még, s egy volt minden lélek. Mikor a gyermek gyermek volt, semmiről nem volt véleménye. Nem volt megrögzött szokása. Elszaladgált a helyéről, törökülésben ült, forgója volt a feje búbján, és nem grimaszolt, ha fényképezték. Mikor a gyermek gyermek volt, ilyeneket kérdezett folyton. Miért vagyok én, és miért nem te? Miért vagyok én itt, és miért nem ott? Hogy kezdődött az idő, s hol ér véget a tér? Életünk ezen a földön nem csupán egy álom. Mindaz, amit látok, hallok és szagolok, nem csak egy világ előtti világ csalóka képe. Tényleg létezik gonosz, és emberek, akikben bennlakik a gonosz. Hogyan lehet az, hogy én, aki én vagyok, mielőtt lettem, nem voltam? És hogy egyszer én, aki én vagyok, nem leszek már az, aki vagyok. Mikor a gyermek gyermek volt, alig ment le a torkán a spenót, a borsó, a tejber is. Most megeszi mindegyiket. És nem csak akkor, ha muszáj. Mikor a gyermek gyermek volt, magával ragadta a játék. Most, mikor annyi dolga van, most belefeledkezni csak a munkába tud. Mikor a gyermek gyermek volt, elég volt neki, ha almát és kenyeret evett, mint ahogy ma is még. Mikor a gyermek gyermek volt, a bogyók bogyókként hulltak a kezébe, mint ahogy ma is még. A friss diótól érdes lett a nyelve, mint ahogy ma is még. Minden hegycsúcson még nagyobb hegycsúcsra vágyott, és minden városban egy még nagyobb város után. Jó érzés volt, mikor a facsúcsán cseresznyéért nyúlt, mint ahogy ma is még. Megijedt minden idegentől, mint ahogy ma is még. Úgy várta az első havat, mint ahogy ma is még. Mikor a gyermek gyermek volt, egy botot lándzsaként a falnak dobott. És az ott rezeg. Ma is még.
A Kincstársalgó július 7-i adását láthatták, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!